Azoknak a befektetőknek, akik megkeresnek és segítek személyre szóló portfóliójuk elkészítésében, azt szoktam ajánlani, hogy a pénzük egy részét mindenféleképpen valamilyen devizában helyezzék el. A túlzott forint kitettség a teljes portfólió forintból, forint termékekből történő felépítését túl nagy kockázatnak érzem. Egyszerűen azért, mert hogy a forint szerintem a elkövetkezendő időszakban folyamatosan, bár hullámzást mutatnak a devizárfolyamok, a trend az mindenféleképpen a forint gyengülésének irányába hat. Ezért, aki időben jó árfolyam mellett választ deviza alapú terméket, az az eredeti kamat és hozam mellett jelentősebb árfolyam nyereséget is elérhet. Általam kezelt befektetők portfóliójára a elmúlt évben elért nyereségnél körülbelül a nyereségnek a fele az árfolyam előnyökből származott. Tehát ez is mutatja, hogy milyen jelentős kérdéskörről van szó. Akár az eredeti termék hozamát, kamatát is elérheti az árfolyam nyereségből származó összeg. Még egy dologra szoktam fölhívni a figyelmet, hogy alapvetően a két vezető devizában érdemes terméket választani, euróban és dollárban. Mivel nem tudjuk megállapítani, hogy egy adott évben az euró vagy a dollár fog jobban teljesíteni a forinthoz képest, ezért én azt javaslom, hogy mind a két termékben válaszunk megfelelő befektetési termékeket. És egy dolog várható, hogy a forinthoz viszonyítva mind a két esetben árfolyam nyereséget érhetünk el egy-két éves időszakot tekintve, és a euró-dollár általában egymással ellentétesen mozog, tehát így a deviza kitettség az kiegyenlítődik, és a forint ellenében egy kiegyenlített, mindenféleképpen pluszos nyereséget hozó árfolyam ügyletet tudunk összeállítani. Várjuk megkeresésüket személyre szabott portfólió elkészítésével kapcsolatban.